vagy a csapat Benjaminja, bár nem először vagy itt a válogatottnál. Vannak plusz feladatok, amiket el kell végezned, mint a legfiatalabb? Persze, ez minden klubnál is, mondom, a nemzeti válogatottoknál is írva, hogy a legfiatalabbnak szedni kell a labdákat, a szemetet ki kell dobni, a kimosott cuccokat összehajtogatni. Ezzel nincsen semmi probléma, ez minden csapatnál így van. Ugye zajlanak körülötted most az események az elmúlt napokban, itt vagy a válogatottnál, két nappal ezelőtt pedig hát igazából nyílt titok volt, hogy a Wisla Plocknál fogod folytatni a pályafutásodat kölcsönben. Milyenek látod ezt a lehetőséget? Azért Szita Zoltán például mutatja, hogy jó ott játszani. Beszéltem a Szita Zozóval, és beszélgettem róla, hogy mi lesz nekem is a legjobb, és ő is mondta nekem, hogy egy nagyon jó klub, egy nagyon jó edzővel, és egy nagyon magas színvonalú játékot játszanak a Wisla Plock, és nekem minden egyes fejlődéshez szükséges szituációt ki kell használni. Most tudsz rutint szerezni a válogatottban is, amennyiben Csema Rodriguez a két németek elleni mérkőzésen pályára küld. Hogy lehet az esélyeket, mennyi játék lehetőséghez juthatsz, úgyhogy nincs Lékai Máté sem, illetve Győri Matyi is sajnos megbetegedett? Hát ezt Csemát kéne megkérdezni, ezt nem tudom. Ami játékpercet, ha esetleg kapok, azzal élni szeretnék, és bebizonyítani. Milyen célokat tűztél ki erre a két mérkőzésre? Igazából nekem ez volt az egyetlen célom, hogyha felküldenek a pályára, akkor élvezem minden egyes pillanatát a mérkőzésnek, és úgy játszani, ahogy tudok, ahogy a saját klubomban tudok. Milyen formában érzed most magad így a válogatott mérkőzések előtt? Nagyon jó formában érzem most magam. A klubban nem úgy jönnek az eredmények, viszont nem lehetünk elkeseredettek, hiszen egy nagyon jó mérkőzéseket játszunk. Megszorongattuk a Veszprémet, a Gyöngyös hazai pályán egy góllal kaptunk ki. Úgy gondolom, hogy a csapat is jó, én is jól érzem a pályán magam, úgyhogy minden rendben lesz. Milyen a közösség most a válogatottnál? Hogy érzed azok, akik az EB-n részt vettek, túltették magukat a mondhatni kudarcon? Nagyon sajnálom a srácokat, mert éreztem tőlük, hogy mi volt az EB-n, és láttam akkor a csalódottságon, hogy biztos bennük volt ez a kudarcnak a fájó pontjai. Viszont én most a három nap alatt nem éreztem edzésen rajtuk, hogy szomorúak lennének, boldogan megy a munka, kőkeményen, és próbálják majd ezt kijavítani a következő világversenyen. Ugye Csema Rodriguez nemrég nevezték ki szövetségi kapitánynak, esetleg leültetek-e vele már beszélgetni arról, hogy milyen tervei vannak a jövőre nézve, ugye egy VB selejtező is lesz majd áprilisban. Az első számú cél az a VB selejtező, hogy itt lám, hogy az Izrael csapatról annyit mondott, hogy kötelező nyerni, úgyhogy más nem lehet a cél.